Runcájz kalandjai. A Jicsini Pék. Mi kell a zsiványok kenyeréhez? Egy kis liszt, egy kis víz, meg egy kis só. Aztán megsül a forró kövön. Igen ám, de Manka egyszer felsóhajtott. Jaj, ha csak egy serclit is, de kelesztett kenyérből ehetnék. Hadd legyen meg neki az a sercli, mondta Runcájz, és hívta Csibészkét. Egy kalap málnával elküldte a Jicsini Pékhez, hogy hozzon tőle kenyeret. Ment mendegér Csibészke, és egyszer csak mit hall? Fújom, de hiába, nem akar lángra lobbanni, kesergett a tűzemberke. Hol legyen az a tűz, kérdezte Csibészke. Itt hátul, éppen itt. Csibészke lángra lobbantotta a tüzet. Hálából adok neked, Csibészke, egy darab taplót, mondta a tűzemberke. Van benne egy kis szikra, és ha ráfújsz, hogy lángra lobbanjon, már is nálad termek. Mikor Csibészke a pékséghez ért, nem látott ott egy fia lelket sem, nemhogy sercli, de még morzsa sem volt sehol. Runcájz, küldött málnát, kiáltotta Csibészke. Kenyeret kér érte. Rosszkor jöttél, Csibészke, mondta a pékné. Kialudt a tűz a kemencében. A málna már kezdett levet ereszteni. Mit tehetett Csibészke? Hátra ment a bűhelybe. Micsoda szerencsétlenség! A máskor tűzes kemence most sötéten ásítozott. Mi lesz itt? Mind tönkre megy, megsavanyzik a kenyér. Már csak te hiányoztál nekem, Csibészke! De még mennyire hiányoztál? Én tudom, hogy mennyire! Gondolta magában Csibészke, és elővette azt a bizonyos taplót, amit kapott. Mi kellene, Csibészke? Kérdezte a tűzemberke. Hogy süssön a kemence, válaszolt a fiú. Elítsa. Mit szólsz? Unyorgott a tűzemberke. Miután befűtötte a kemencét, a tűzemberke beült őrködni a kéménybe. A pék boldogan bevetette a kenyereket. Sültek a kenyérkék, duruzsolt a kemence. Manka már régen kibélelte a szakajtót tiszta kenyérruhával, és várt. Végül aggódni kezdett Csibészkéért. Hol csavaroghat azzal a cipóval? Cipóval! Figyelt föl, Sidi Zubka az egér. Olyan szivattya volt, hogy három vadászkutyával felért. Mondanám, hol csavarog, de szimatomat zavarja a rablókenyér ott a kövön.
A gyicsini kenyér szagát megérzem én még a föld alól is. De ez zavar. Nagyon zavar. Add ide a másik felét is. Zavar. Nagyon zavar. Nem kell izgulni, Manka, mondta végül az egér. Csibészke még jicsimben van, mert a cipót nem szedték ki a kemencéből. Manka mindjárt megnyugodott. Közben hazaért Rumcájsz. Gyors léptekkel bejárt mindent, hogy rendben van-e. Éhes vagyok, mint a farkas, mondta Mankának. Adj már abból a rabló kenyérből. Elfogyott, sopánkodott Manka. Sidi zupka tüntette el Csibészke miatt. Rumcájsznak csak a szeme kopogott. No, majd elverem az éhemet azzal a jicsini kenyérrel. Addigra kisültek mind a cipók, volt köztük egy fényes, piros héjú, foszlós fehér bélű. Ezt küldöm Mankának, kiáltotta Pékré, ez a legszebb. A málna nem kellett neki, mert már lekvár lett. Így Csibészke azt is hazavitte a cipóval együtt. Ha neki nem kellett, mondta Rumcájsz, majd mi megesszük. Kérek egy kis málna lekvárt a kenyeremre. Kapott. Rumcájsz kalandjai Szuhai Balázs mondta el.